befogadó képességű lesz a stadion? 8300. Pont mind a Honvéd stadion. Honvéd stadion az 8400, de hát annyival előbb vannak, azt a 100-at megengedjük. És elképzelhető, hogy majd te is pályára fogsz lépni? Elképzelhető. Az old boys-al, a főnökkel, ketten biztos, hogy pályára fogunk lépni. Reméljük, hogy mi fogjuk felavatni. Az első gólokat mi fogjuk lőni. Négyes lesz, tehát a nem a legmagasabb, mert ugye van az UEFA 5-ös, a legmagasabb az a Puskás Ferenc stadion Magyarországon, de, és a Gruppama, de az UEFA 4-es az már megfelel az Európa Ligának is, sőt a Bajnokok Ligának is megfelel egészen a csoportmérkőzésekig, de hát azért hadd ne gondoljunk mi olyan nagyon előre, hogy csoportmérkőzés és Bajnokok Liga, erre nem is gondolunk, nekünk egy UEFA Liga előselejtező is nagyon sokat jelentene. Stabilak vagyunk, mert amennyi pénzünk nekünk van, azt mindig tisztességesen beosszuk. Így stabilak vagyunk, de nincs nekünk annyi pénzünk, hogy egy román bajnokságot meg tudjunk nyerni. Hát persze, hogyha annyira olyan jó játékosokat tudunk szerezni ezekért a pénzekért, amit mi adunk a játékosoknak, akkor akár arról is lehetne szó, sőt, nagyon örülnénk, de realisak kell legyünk. Tehát hogy Romániában bajnok tudja lenni, ahhoz 15 millió euró kell, úgyhogy annak nekünk csak az egyharmada, ha megvan. Kezdtük 100-130 gyerekkel, és most már 400-at meghaladtuk, úgyhogy közeledünk az 500 gyerekhez. Nagyon most is iratkoznak, nagyon sok a jelentkező, az érdeklődés, ugye, hogy első osztályos csapat van a Székelyföldön, és nagyon örülünk, hogy ennyire népszerűek lettünk. A 70-es, 80-as években volt a Marosvásárhelyi Assze Armata, ami ugye a katonacsapat volt, minden székelyföldinek ő volt a csapata. Ezt nagyon-nagyon nagy örömmel veszem, hogy azt mi most átvettük, ugye megszűnt a Marosvásárhelyi csapat, és most azt kell mondjam, hogy most Erdélyben, persze ott van a kolozsvári CFR, azt azért ne felejtsük el, de azért Székelyföldön a Sepsiváska a legnépszerűbb csapat, igen. Egyik stadionból át tudsz menni a másikba. Hát igen, megmondom őszintén, hogy amikor az aréna megépült, akkor már nézegettük, hogy ez a terület, hogy milyen jó lenne megvenni, és akkor egy év, másfél év után sikerült ezt a területet megvásároljuk, és akkor teljesen természetes volt, hogy ide kell építeni a nagy stadiont, mert azt azért tudni kell, hogy most már a mai modern világban majdnem mindenki autóval jár a mérkőzésekre, és a legtöbb stadionnak, úgy a Gruppam Arénának, mind a Ferenc Puskás stadionnak, azok a hibái vannak, hogy nincs ahova leparkolni, és ez egy örökös probléma. Nekünk ezzel, hogy itt kint tudtuk megépíteni, egy 500 férőhelyes parkoló is fog épülni, és itt van az arénának a szintén 500 férőhelyes parkolója, úgyhogy nekünk 1000 férőhelyes parkolónk lesz, plusz vagy 12 busznak. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy vonalakban megoldódott a park, szóval meg lesz oldódva a parkolás, ami egy óriási dolog, hogy egy olyan stadion, ahol a parkolás is megoldva. A másik az, hogy a város szélén van, tehát teljesen a közlekedés is, azt mondhatom, hogy nem lesz olyan zsufolt a közlekedés, mintha valahol a fent lenne a mostani, az új negyedi stadionban. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon szép helyen van, és itt ugye van egy hoki csarnok is, és hogyha jó Isten megsegít, akkor itt lesz egy gyönyörű szép sporttelep. A stadionban lesz egy étterem, lesz egy shop is, külön múzeum nem lesz, mert nem akkora a stadionunk, de lesz a főbejáratnál lesz egy rész áll, ez arról, ahol fogjuk tárolni a kupákat, meg ilyesmit, de olyan, hogy egy külön múzeum, arra nincs hely ebben a stadionban, ugye azért 8000 férőhely, tehát nem egy 20-30 ezer, ahol mindennek van hely, de én szerintem egy sarok azért ki lesz alakítva itt is. 8300-as az ilyen középszintű lesz, nekünk az pontosan elég is, én nagyon remélem, hogy ugye most egy olyan 3500-as átlagunk van, én nagyon remélem, hogy mikor az új stadion meg lesz, akkor ennek ugye teljesen más lesz a feelingje is, és nagyon remélem, hogy azt a 6-7000-es közönséget be tudjuk csalogatni, hogy telt házunk legyen mindig, ugyanis 8000-es a stadion, de mindig az idegeneknek egy részt külön van választva, ahova ugye az idegen szurkolók jönnek, meg egy részt külön kell hagyni, mert nem engedik meg, hogy oda szurkolók üljenek az idegen szurkolók és a miénkek között, úgyhogy 7300 sepsiszentgyörgyi vagy székelyföldi nézőnek lesz itt hely minden mérkőzése. Rendes beléptetés, mind akarhol természetes, hogy automata beléptető rendszer lesz, de nem lesz semmiféle különlegesség, hát nincs aminek legyen. Természetes, hogy az idegen szurkolókat, azokat sokkal jobban meg fogjuk nézni, de mi azt szeretnénk, hogy
ide nem mindegy börtönbe úgy jöjjenek a sebsüveska szurkolók, hanem ide kirándulni jöjjenek. Azért el kell mondjam nagyon keserű szájízzel, hogy azért itt Székelyföldön is a szurkolók nagyon, nagyon az eredményfüggőek, tehát amikor jól megy a csapat, akkor tehát ha az van, 3 nappal a mérkőzések előtt elfogynak a jegyek, mikor egy kicsit gyengébben megy, akkor már mindenféle science fiction bundákat kiabálnak, meg ilyen butaságokat, úgyhogy ez nagyon keserű szájíz nekem, de én azt mondom, hogy egy 2-3 ezer bérletesünk nekünk is lesz. Isten azt adja, hogy az idén tudjuk a stadionavatót megcsinálni, mert akkor azt jelenti, hogy akkor egy nagy dolognak nézünk elébe a 2020-as és 21-es bajnokság végén. Én sokat gondolkoztam a múltkor, amikor mondtam, hogy a Ferencvárossal akarom megnyitani, azt most is fenntartom, csak elfelejtettem még egy dolgot nektek mondani. Természetesen, hogy a Dunaszerdahelyi stadion megnyitóján mi voltunk meghívva, tehát természetesen, hogy a Dunaszerdahelyi DAC is meg lesz hívva, és még egy negyedik csapatra is gondolok, tehát úgy szeretném, hogy ez egy óriási megnyitó legyen, és 4 csapat vegyen részt a megnyitón, a negyedik csapat még, arról még tárgyalunk, de a Dunaszerdahely, a Ferencváros, meg a Sebsivaska kötelezően itt kell legyen. Hát akkor ez egy jó futball hétvége lesz. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk mindenhez. Mi is köszönjük szépen. Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.